Még egyszer elmondom akkor. Én meg elmondom, hogy akkor nem leszünk részt a tárgyaláson, amennyiben lejárat, hogy előre folyik ellenem. Percekig tartott, amíg a bíró elmagyarázta az elsőrendű vádlottnak, hogy nem hagyhatja csak úgy ott a tárgyalást. A férfi és a felesége ellen azért indult eljárás, mert a vádirat szerint a szekszárdi önkormányzat munkásaira támadtak. A munkások épp egy letört ágat akartak feldarabolni, amikor a másodrendű vádlott nő átsétált az elzárt munkaterületen. Egy munkás utána szólt, mire ő a táskájával megütötte a férfit, majd hívta a férjét telefonon, aki perceken belül egy bottal rontott a brigád tagjaira. Nem ő akart engem stílfűrészekvétosítani? Be is indította a sárga stílfűrészt, és utána bedobta a virágos kertbe. A vádlott házaspár tagjai viszont azt állítják, hogy a munkások támadtak rájuk, és az ellenük indult nyomozás és a bíróság ügy is csak egy lejáratás részei. Az ügyésznek ezért egyszer figyelmeztetnie is kellett a férfit, hogy hamisan nem vádolhat senkit. A rendőrség és az ügyészség megfogja rendelkezésre. A férfi még azt sem hitte el, hogy a bírósági jegyzőkönyvvezető az gépeli le, amit ő elmondott. A bírónak ezért többször rendre kellett utasítani a szinte végig emelt hangon indulatosan beszélő vádlottat. Na most itt álljon meg nagyon gyorsan, és megvárja, amíg válaszol rá. A férfi viszont ezután sem fogta vissza magát, a bíró ezért végül kénytelen volt 50 ezer forintos rendbírsággal sújtani. A garázdaság miatt indult ügyben most nem született ítélet, arra később kerül sor.